Távon az egyenesből. Három kvalifikációból érkezett egyébként a hat résztvevő. Mágnás, az első számú kedvenc. A fogadók véleménye alapján is. Az SD-s Csikó többek között tűztengernél volt erősebb. A kvalifikáció alkalmával. 15 óra 15-kor ne feledjék, tehát rögtön a futam után gyakorlatilag kincsen plusz utam Maison Lafitte-ból. Starter indultak tehát a nyeretlen két évesek, úgy látom azért különösebb gond senkivel sem volt az indítást követően, kimondottan jól indul a favorit, aki pedig egyelőre a mezőny végén látszik, az tűztenger, ő kap lábra a legnehezebben, és bizony-bizony már egy jó 5-hosszas hátrányban, sőt talán többen is a többiekhez képest, hogy a tűztenger helyzet innentől kezdve nagyon-nagyon nehéznek tűnik. Mágnás viszont vezet, Bubi Pata jön mellette jól, illetve Brilliance is remekül kapta el az első 2-300 métert, viszont a közeli negyedikként Avantgarde galoppozik, 2-3 osszal öt pedig La Primera követi, tűztenger próbál messziről elindulni. Jön most már a verseny utolsó, nagyjából 600 méterre, Mágnás az élen, Bubi Patát most már megközelíti, sőt talán le is tudja hagyni Brilliance, és Avantgarde is egyértelműen bejelentkezik egy jobb helyezésért az utolsó 300 méterhez közeledve. Brilliance felmegy a favorit mögé, mellé, de talán még Mágnás előrébb. Mágnás, Brilliance, Avantgarde, Bubi Pata most a sorrend, amikor már csak 100 méter van hátra, és Mágnás fog győzelemmel bemutatkozni az SD Istálló importja. Mágnás stílusos győzelmet araszt Stanislav Georgievvel, a végén nem is kell erőltetni. Mágnás a nyerő, Brilliance mögött pedig végül Bubi Pata érkezik meg harmadiknak. Negyedik Avantgarde, ötödik La Primera, hatodik pedig tűztenger. Mágnás és Brilliance, tehát két abszolút véleményezett ló, sőt, hát Bubi Pata harmadik helye, tehát itt abszolút papír. Ugye most amit... itt jön tulajdonképpen, amit a kvalikor és a kvaliban láttunk. Ilyenkor mondjuk mindig, hogy azért nem rossz azért ez a kvalifikáció, fogadási szempontból legalábbis. Nem törvényszerű persze, főleg nem a két éveseknél, vagy nem minden esetben, hogy nem javulnak 2-3-4 hét elteltével, de ezúttal amilyen erőviszonyokat akkor láttunk, mondjuk június elején vagy közepén, az úgy tűnik, hogy nagyjából meg is maradt a párok között, Mágnás pedig jobb volt a többieknél. És Brilliance nem megy rosszul elsőre, egy darabig úgy tűnt, hogy ennél még veszélyesebb is lesz a favoritra. Rendje, kettes, négyes, ötös. És Avantgarde-nak volt nagyon jó momentum, legalább a harmadik hely tekintetében, de aztán Bubi Pata visszajön, és megcsípi a bronzérmet. Kettes, négyes, ötös tehát, Silver Frost ivadék, Mágnás. Egy francia tenyésztésű mén. Hát egy újabb reményteljes import. Sikor.